a német kormánynak, vagy pedig ezt a piacra kell hagyni. Köszönöm szépen, Kósán Dás vagyok, Népszavától. Az első kérdésem mind a kettő miniszter úrhoz lenne. Szóba került a Német-Magyar Ifjúsági Fórum és a két oldalú kapcsolatok. Tudjuk, hogy ez a fórum korábban sokkal magasabb szinten, miniszteri szinten, akár miniszterelnöki szinten is zajlott évente a két ország között. Tervezik-e, hogy esetleg ismét szintet lépjenek mondjuk ebbe a szempontba, és ne csak egy ifjúsági fórum legyen? A másik kérdésem Szijjártó miniszter úrhoz lenne. Orbán Viktor említette a Putyin látogatás után, hogy a magyar kormány várja a magas szintű minél találkozókat Ukrajnával, akár az új ukrán köztársasági elnökkel is. Történt-e már esetleg bármelyik részről, Budapest, Kijev részéről meghívás ebbe az ügybe? Köszönöm szépen. Köszönjük a kérdéseket, ha melyek, akkor gyors leszek. New York Times cikke kapcsán nem foglalkoztunk a kérdéssel, nem tartom egy nagyon fantáziadús trükknek azt, hogy az egyik magyar internetes portál újságírója önmagát kiadva a New York Times újságírójának ír egy cikket, aztán itthon meg az a lap, ahol ő dolgozik, meghivatkozza. Ennél lehet, hogy a fantáziadúsabb megoldásokra egy kis időt lehetett volna szánni. Ami Iránt illeti, ott azt tudom önöknek mondani, hogy Magyarország mindig is nagy megbecsülést mutatott Németország és a többi Európai Uniós tagország irányába. Azért a munkáért, amelyet kifejtettek az Iránnal kötött megállapodás érdekében. Mi a magunk részéről azt reméljük, hogy ez az együttműködés, ez a megállapodás, a JCPOA, az valamilyen formában fent tud maradni, mert az elmúlt hónapokban, években megtanultuk, hogy a közel-keleti térségben zajló események direkt és szinte azonnali hatással vannak Európa biztonságára is, és szerintünk jobb, hogyha Iránnal folytatunk egy diskurzust, mintha nem folytatunk diskurzust. De itt a magunk részéről kicsi szereplők vagyunk, tehát pontosan tudjuk, hogy a game changer pozícióba mi itt...